Jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója július 27-én hétfőn. Nézzük először a fontosabb híreinket röviden. Özönvíz. Nagy-Kanizsa és főleg a környékére zúdult soha nem látott mennyiségű csapadék. Helyreállítás, ahol lehet már takarítanak a vihar után. Móricz kupa. Ismét küzdöttek a kiskanizsai foci csapatok. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. Soha nem látott áradat zúdult Liszóra szombaton. A helyi záportározó és a liszói patak is kilépett a medréből, mintegy 10 családot kellett kitelepíteni. Az ár azóta visszavonult, az anyagi kár jelentős a településen. Ez nem a záportározó, hanem a több száz méterre lévő focipálya a falu közepén. Felvételeink szombat reggel készültek. A katasztrófa védelem munkatársai le is zárták a település kritikus szakaszait, ahonnan folyamatosan zajlott a mentés. Gál Kálmánt és családját az elsők között telepítették ki. 3 óra környékén jelent meg a víz igazából az udvarba. Akkor lett értesítve a polgármester úr, katasztrófa védelem, aztán utána intézkedtek. Ugye komoly problémák vannak itt a vízelvezetéssel. Az árkot benőtte a fa, a nád, nem tud lefolyni benne a víz, és ráadásul a szaplányosi halastavaknak a pótlása ebből az árokból, a vízpótlása ebből az árokból történik. És a zsilip, ami elgátolja tulajdonképpen a lefolyó árkunkat, az állandóan le van zárva. Nem nyitják ki időben később, most is reggel 6 óra után nyitotta ki a katasztrófa védelem a zsilipet. Több utca megközelíthetetlenné vált szombaton Liszóban. A Bencik családnak a reggeli órákban szóltak, hogy pakolni kell és el kell hagyni az ingatlant. A mentés folyamatosan zajlott. Mentik ki még a többi lakót, mert vannak szomszédaink, ugye, akiket nem tudtak meg kimenteni a tűzoltók. A kitelepített lakosok és a segítségükre siető helybéliek a faluháznál gyülekeztek. A legtöbben szombat hajnal óta talpon voltak. A településen reggel az áram és a mobil szolgáltatás is szünetelt. Liszó több alkalommal került már víz alá, de ilyen mértékű áradásra még a legidősebbek sem emlékeznek. Többször védekeztünk már, többször volt már a villámárvíz a településen, de ekkora nagy víz még nem volt tapasztalható. Ekkora nagy mennyiségű, hirtelen zúduló mennyiségű csapadék sem volt. Maga a tónak az üzemi vízszintje vízszint alá volt csökkentve, többek között azért is, mert nagyon pontos jelzést kapunk a katasztrófa védelemtől folyamatosan. Az ár szombat délután apadni kezdett, a záportározó gátja is kibírta a nyomást. A faluban jelenleg a kárfelmérést végzik. Annyi már látszik, hogy 3 család hosszú ideig még nem tud visszaköltözni az otthonába. Ők rokonoknál kaptak menedéket. Az esőzés okozta villámárvizek több környékbeli kistelepülést is elzártak hosszabb, rövidebb ideig a külvilágtól. A nagybakónaki bekötő út elején alakult kölyön vízátfolyás, ami miatt nem lehetett megközelíteni a falut, a szomszédos Kisrécse viszont úszott az árban. Stábunk szombat délután 4 óra körül járt a 200 lelkes Kisrécse közelében, ám a faluba bemenni nem tudtunk. Akkor térdig, combmagasságig gázoltak a vízben azok az emberek, akik homokzsákokért mentek a településre. Vasárnap elvonultak az ivatarfelhők, napsütés és madárcsicsergés fogadta a Kisrécsére érkezőket. A lezúduló árnyomai viszont egy darabig még biztosan emlékeztetni fogják a júliusi hétvégére azokat is, akik nem kisrécseiek és nem a saját ingatlanuk, saját falujuk megvédése érdekében tevékenykedtek. A falu polgármestere vasárnap délután is fáradhatatlanul járta az utcákat a károk szemrevételezése miatt. Ahol most állunk, ez konkrétan ilyen 1,5 méteres víz alatt állt, úgyhogy egyáltalán nem lehetett sem közlekedni, traktorral lehetett csak elmenni. 4 házat nagyon komolyan veszélyeztetett a víz, egybe be is ment. Igyekeztünk homokzsákokkal megvédeni. Nagy szerencsénk van, mert fel voltunk rá készülve. Szóval mi az a település vagyunk, ahol a homok le volt deponálva, zsákok bent voltak a hivatalba, telefonszámok a telefonomba, és ahogy elkezdődött a helyzet, felmértük, hogy itt gond lesz. Abban a pillanatban értesítettük a katasztrófa védelmet, a vízművet. Amikor már láttuk, hogy az utakat is el fogja önteni a víz, akkor a volánnal is beszéltem, hogy meg se kísérelje a busz, hogy menetrend szerinti járat, hogy bejöjjön a faluba.
illetve igyekeztünk lezárni a falu elejét, hogy ne jöjjenek be. Ami számomra döbbenetes volt, az emberi összefogás, illetve a katasztrófa turizmus. A helyi lakók, akit felhívtam telefonon, szinte mindenki abban a pillanatban jött, vagy ahogy elkészült, felöltözött, rákészült a feladatra. Megszerveztük a munkát, zsákoltunk, igyekeztünk minden házat és a kritikus pontokat megvédeni. Sajnos a falunak a fekvése olyan szempontból szerencsétlen, hogy egy völgyben fekszik, és a környező dombokon mezőgazdasági művelést végeznek. Az ott felgyülemlett eső sár formájában árasztott el igazából a falut, és ezzel ellen tehetetlenek vagyunk. Nagykanizsa külső város részei is megkapták szombaton az égi áldást. Palinta kora délutáni órákban ketté vágta az ár. A helyi lakosok több területen segítették a védekezést, volt, ahol kerítést bontottak, volt, ahol utat engedtek a lezúduló csapadéknak. Nagykanizsa palini városrészében hajnalig 75 mm-nyi eső esett, kora délutánra a mennyiség elkerülte a 100 mm-t. A helyiek itt is megmozdultak, a Palini Sport és Kulturális Egyesület tagjai, a barátok és ismerősök az első hívószóra elindultak. Van itt egy kritikus utca, a Kalász utca, ahol elég nagy károkat szokott okozni, ugyanis a konyhakerteket, udvarokat, garázsokat elöntötte a víz, és ezekben próbáltunk segíteni ott a lakóknak. Volt egy kerítés kellett bontani, hogy tudjanak a víznek szabad utat biztosítani. Akkor kaput nyitottunk ki, hogy nagyobb legyen az átfolyás. A település részen kialakult helyzet miatt értesítették az önkormányzati képviselőt is, aki szintén csatlakozott a Palint Védők Társaságához. A csapadékvíz elvezetés továbbra sem megoldott, hiszen az egyik oldalon ugye látszott fönt, kialakítottak egy viszonylag új vízelvezető árokrendszert, de sajnos nem váltotta be hozzáfűzőt reményeket, gyakorlatilag majdnem a csont száraz, még a másik oldalt pedig nem építettek. Itt valóban a Kalász utcából hatalmas mennyiségű víz zúdul le, ezzel mindenképpen azonnal kezdeni kell valamit, itt már az aszfaltot is egyébként feltörte. Az emlegetett kritikus Kalász utcában valóságos zuhataggá vált a lezúduló csapadékvíz. Reggel óta szakad az eső, ekkora árvíz itt sose volt. Bontani kellett a kerítéseket, házakban majdnem befolyt a víz. A lakóingatlanokat sikerült megvédeni, de több garázs, pince és számos konyhakert ázott el Palinban a hétvégén. Ezek a felvételek már a mai napon készültek. A károk felmérése érdekében Gábris Jácint önkormányzati képviselő kezdeményezésére az illetékes szervek, az önkormányzat, a Via Kanizsa képviselői közösen járták végig a település rész azon szakaszait, ahol a lezúduló nagy mennyiségű csapadék károkat okozott. A helyszínen Bizzer András alpolgármester azt mondta, folyamatosan mérik fel a város több pontján, a hétvégi időjárás okozta károkat. És még mindig az özönvízről. Szombat késő délután a principális csatorna kritikusnak mondott kiskanizsai szakaszánál is megkezdődött a védekezés. A város polgármestere felhívást tett közzé az internetes felületeken aznap, amelyben kérte az odafigyelést, egymás segítését és az önkéntes munkát. A kiskanizsai Pivári utca végénél találkoztak 18 órakor a rendvédelmi, a vízügyi szervek, a városüzemeltető és a város vezetésének képviselői. A principális vízszintje megemelkedett, valószínűleg rekordszintre, és tartunk attól, hogy esetleg, ha jön éjszakabbról az utánpótlás, akkor még tovább emelkedik. Ezért figyelünk és vigyázunk, és hirdettünk olyan vészhelyzetre utaló felhívást a közösségi oldalakon, amellyel kértük, hogy aki teheti, szakember és önkéntes jöjjön és segítsen. Úgy tűnik, hogy a munka az lesz valószínűleg, hogy három helyen 80-100 zsákkal kell
megvédeni a principális esetleges víz, szint emelkedése esetén a környező házakat. A polgármester emlékeztetett, 2013-ban és 2014-ben nagy károkat okozott a csatorna kiöntése, ezért a legfontosabb a megelőzés. Hozzátette, a szakembereknek, az érintetteknek akár a csatorna tisztítása ügyében is egyeztetni kell még. Azzal a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója szintén jelen volt a kiskanizsai megbeszélésen. Egyúttal értékelte a kaotikus állapotokkal járó július 25-i napot. A tegnapi esti óráktól talán azt mondanám, hogy 8 óra fél 9 magasságában intenzív eső hullám kapta el a megyénket, és egy olyan 12 óra alatt 90, 120, 150 és 180, illetve voltak olyan helyek, 200 mm csapadék esett le, a 200 mm principálisnak a területére, a vízgyűjtő területére. A megye átlag olyan 120-130 mm volt. Ez a 2014-es nagy árvíznek minősített időszaknak a másfélszerese. Az igazgató az elmondottak mellett hangsúlyozta, a nagy mennyiségű csapadék és a számtalan riasztás során személyi sérülés sem a hivatásosok, sem az önkéntesek, sem a lakosság körében nem történt. A szombati megelőző védekezésben több környékbeli önkéntes csapat is részt vett. Az alakarosi önkéntes tűzoltók nagykanizsai tűzoltóságtól kapták a felkérést, összeszerveződtünk és délutára, ahogy tudtunk, jöttünk természetesen. Hát a feladatunk annyi, hogy egyelőre rakjuk a homokzsákokat és a szakemberek iránymutatása alapján pedig kihelyezzük őket. Szombat este a principális csatorna vízállása 220 cm környékén járt, a tetőzés megállt 272 cm-nél, azóta folyamatosan apad. Információink szerint a legutóbbi mérés 261 cm-t mutatott. A csatornán egyébként semmilyen árvízvédelmi készültséget nem rendelt el a vízügyi igazgatóság. Horgászok próbálták menteni a halakat, amelyek a csónakázó tó magas vízszintje miatt jutottak ki a tóból, és a túlfolyón keresztül a patakmederben sodródtak Ligetváros és Miklósfa felé. Az interneten közzétett felhívásukra ma alig fél óra alatt több mint 20 önkéntes érkezett. Volt, hogy mellkasig érő vízben gázolva próbálták menteni a halakat a horgászok a csónakázó tó és a felüljáró közötti szakaszon. Azt mondták, hogy már korábban jelezték az illetékeseknek, hogy a halak kijutnak a tóból, de a rácsot csak ma délben hozták meg a felüljáró átereszéhez. Innen indultak szembe az árral a merítő hálóval felszerelt horgászok. Amennyi halat csak tudtak, kiemeltek a patakból és visszavitték a tóba. A zsilipben lévő, árapaszton lévő rácson keresztül, illetve a zsilipen keresztül halat tudtak lejutni a kifolyóba. Most észrevették, hogy vannak halak a kifolyónak a szakaszában. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy lement az ár, a halak nekiálltak visszafele úszni az árral szembe, úgyhogy jelentős része itt van a beton kádba. Az özönvíz után jöjjenek a hétvége eseményei. Újra szabadtéri koncertet tartottak az Erzsébet téri zenepavilonnál. Pénteken a Zala Fuvola Kvartett játszott az érdeklődőknek. A zenetanárokból álló formáció a klasszikusok mellett szívesen játszik filmzenékből származó örökzöldeket és mai slágerek átiratait is. Az együttes a jellegzetes hangzást nagy örömmel hozta el Kanizsára a térzenekoncert sorozat keretében. Nevükkel ellentétben nem csupán a fuvola szólal meg az együttesben. A fúvos hangszer domináns szerepe mellett hegedű, brácsa és cselló ötvözete adja a dallamokat. A formáció repertoárjában számos könnyű zenei alkotás is helyet kapott, hiszen a zenekar céges és családi rendezvények, esküvők gyakori fellépője. Mi a komoly zenéből indultunk ki természetesen, mivel azt is oktatjuk, és ezen nevelkedtünk, ezt tanultuk mi, de ezt kiterjesztettük, mivel láttuk erre is az igényt, hogy volt olyan házaspár, aki azzal keresett meg minket, vagyis hát annak idején még jegyespár, hogy hát nekik van egy nagyon kedvenc számuk, például Michael Jacksontól, és hogy nem lehetne ezt valamilyen átiratban megcsinálni, és addig okoskodtunk, és kottát vadásztunk, és mi is szoktunk átiratokat gyártani, hogy sikerült megcsinálnunk, és innentől kezdve minden könnyedebb, akár mai popslágert igyekszünk, hogyha kérés van felénk, akkor ezt átírni a mi formációnkra.
Magdolna napi búcsút tartottak vasárnap Bacónak hegyen. Ez alkalomból ismét összegyűltek a környékbeli szőlősgazdák, az elszármazottak és a környező települések lakói. A Bacónak hegyért alapítvány 2009 óta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a régmúlt idők hagyományai megmaradjanak. Évente egyszer a hegyi kápolnában misét tartanak Magdolna napjának közelében. Sajnos nagyon sok birtokot elhagynak az idősek, ugye kiöregszik a környék, ugyanúgy, mint a kis falvak Magyarországon, és szeretnénk, hogyha egyre többen éreznék ennek a nyugalomnak az értékét, és ennek a csodálatos helynek a egészséges környezetét, és védenék, óvnák, és hát sok-sok fiatal jönne, sok gyerekkel, mert ez feltöltődést is jelent. És most az idén ez egy különleges alkalom, nagyon féltünk tőle, az időjárás miatt is, hogy elmarad, és a járvány miatt is. Úgy gondoltuk, hogy az idén nem tudjuk megrendezni. Az 1745-ben épült kápolna egy régi, kis település emlékét is őrzi. De mint ahogy Somogyi Imre plébános fogalmazott, a közösség él, a hegyi gazdák megmaradtak, és a környékbeliek is ápolják a hagyományt. A kápolna búcsú ünnepének, illetve névadójának nagy jelentősége van az atya szerint. Szent Mária Magdolna Jézusnak egyik tanítványa volt, és már csak önmagában az is egy nagy dolog, hogy a korabeli gondolkodásmódhoz, hogyha vesszük azt, ugye, hogy az egy férfi alapú társadalom volt, hogyha fogalmazhatok ilyen egyszerűen, és ugye a rabbik, tanítók se gyerekeket, se nőket nem fogadhattak, vagy nem is fogadtak a tanítványai közé, mert ez lerontotta volna az ő tekintélyüket. Jézusnak pedig voltak női tanítványa, és az egyik Szent Mária Magdolna volt, aki neképpen az ünnepét őjük. Tehát ez egy nagyon jelentős dolog. A Magdolna napi búcsú megszervezését Nagy Récse önkormányzata, több civil szervezet és számos magánszemély támogatta. A hagyományokhoz híven a búcsúmise után most is kulturális program várta az érdeklődőket. Ismét megküzdöttek egymással vasárnap a 47. Móricz Kupa csapatai. A kiskanizsai utcák terek labdarúgó közösségei idén is versenybe szálltak a legjobbnak járó kupáért. A résztvevők mezőnye ezúttal kissé módosult. Az első 30 év sikerszéria volt magas fokon. Emlékezett vissza az idei 47. kupa második fordulóján Kápolnás Zoltán, aki annak idején útjára indította a városrész utcáinak focista harcát. Mint elmondta, többször is előfordult, hogy 30-40 csapatnak kellett játék lehetőséget biztosítani, de az évek múlásával egyre fogyott a létszám. A lelkesedés, a foci iránti rajongás és a szeretet viszont továbbra is él Kiskanizsán. A kupa fennmaradásának érdekében a szervezők idén újításokat vezettek be. Olyan kiskanizsai származás, illetve kiskanizsai embereket kerestünk meg, akiknek a Városi Kispályás Bajnokságban vannak csapatai, és gyakorlatilag ők meghívásos alapon vesznek részt a tornán, de az adott úrnak a valamikori születési helyének az utca nevén szerepel a csapat, de gyakorlatilag azért, hogy a Móricz Kupa, tehát az igazi utcák terek bajnokságának a szellemisége tovább érjen, ezért két bajnokságot szerveztünk ezek a hetek alatt. Gyakorlatilag lesz egy abszolút bajnok, aki elnyeri nem a Móricz Kupát, hanem a tornának a díját, azon kívül pedig ezen belül a Móricz Kupára nevezett csapatok viszont ugyanúgy a Móricz Kupa címéért meg fognak küzdeni. A résztvevő csapatok között mindig kiélezett a küzdelem. Sokak számára presztízs kérdést jelent a részvétel mellett az elért eredmény is. A mezőny most egy kicsit szűkebb, mint eddig szokott lenni, viszont eléggé jó csapatok vannak itt, és a csapatok közül a két Bajcsai utca az, aki esélyesnek tekinthető, hiszen tavaly is mi játszottuk a döntőt velük egymás ellen. A Móricz Kupa folytatódik jövő hétvégén is. A záró küzdelmek a díjkiosztó gálával együtt augusztus 9-én lesznek. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban.
özönvíz, Nagykanizsa és főleg a környékére zúdult soha nem látott mennyiségű csapadék. Helyreállítás, ahol lehet már takarítanak a vihar után. Móricz kupa, ismét küzdöttek a kiskanizsai foci csapatok. Ez volt a Kanizsa TV híradója július 27-én hétfőn. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket kollégáim nevében is köszönöm, viszontlátásra!